A só. Magyar népmese. Volt egyszer egy öreg király, s annak három szép leánya. A fél lába már koporsóban volt a királynak. Szerette volna mind a három leányát férjhez adni. Így szólt hozzájuk egy szép nap. Galambom, Gerlici! Lelkem, leánkám, gyere csak ide! Hogy mind képzeled el a jövődet? Ma holnap 22 éves leszek. Minden kérődet visszautasítunk. Mi lesz így vele? Meddig árulod még a petrezsálynak? Édesapám, hadd maradjak még egy kicsit itthon. Ráérek én még férjhez menni. Úgy szeretek rajzolgatni. Hadd élvezzem még egy kicsit a hajadonságomat. És te szép Viola, hogyan lesz, miként lesz veled? Fogadhatunk-e háztűznézőket? Jaj, édesapám, ne siettesse leányságom végét. Úgy szeretek itthon lenni, jönni, menni, napsütésben semmit tenni. Alig múltam gyermek, nem állok készen, hogy gyermeket neveljek. Gyöngyön pogara? Édesapám, szeretek sütni, főzni, úgyhogy... De az öreg király meg sem várta a választ. Legyintett. Ez még szinte gyermek. Nagyon elszomorodott a válaszok hallatán. Öreg volt már, szép élete van, de a csöpp kis unokák ugrándozása úgy hiányzott az életéből. Sajgott a szíve tőle. Egész éjjel forgolódott, mocorgott, henterget, egy szemhunyásnyit sem aludt, s mert bölcs volt az öreg király, reggelre megfejtette, mi ütött lányaiba. Félnek felnőtté válni. De ezt sem hagyhatta ennyiben, mert tudta, mennyi szépséget rejt a szerelem, a család, az új élet. Így hát eltökélte, hogy lányait még ebben az esztendőben férjhez adja. És hogy a legjobb királyfi közül választhassanak, ajándékul egy-egy országot adott nekik. Összehívta leányait, elmondta döntését, majd így folytatta. Mert három országom van, ezért mind a hárman kaptuk egy-egyet. De midőn nincs három egyforma alma, aképpen nincs három egyforma ország sem. Annak adom a legszebbik országomat, amelyik őtök a legjobban szeret. Mondd csak, lelkem lánya, hogy szeretsz te engem? Mint a galamba tiszta búzát, édesapám. Hát te, édes lányom? Én úgy, édesapám, mint forró meleg nyárban a szellőt. Na, most téged kérdeznek, hogy szeretsz te engemet? Úgy, édesapám, mint az emberek a sót. Mit mondasz, te haszontalan lélek? Kitakarodj az udvaromból, de még az országomból is! Meg ne lássalak még egyszer, hogyha csak ennyire szeretsz. Hiába sírt, könyörgött a király kisasszony, hiába magyarázta, hogy az emberek így meg úgy szeretik a sót. Nem volt pardons grácia. Világá kellett, hogy menjen a kicsi király kisasszony. Elindult keserves sírás közt a kicsi király kisasszony, s betévedt egy rengeteg erdőbe. Onnét nem is tudott kivergelődni. Szállást vert egy odvas fában, s kikijárt az erdőbe. Szedett epret, málnát, szedret, mogyorót, s amit csak talált. Egyszer, mikor már egy esztendő is eltelt volt, arra vetődött a szomszéd királyfi. S ez megpillantotta a király kisasszonyt a málna bokrok közt. De a király kisasszony is észrevette a királyfit, s nagy ijedten beszaladt a fa udvába. Utána megy a királyfi, s beszól. Hé! Hey, ki van ott? Ki van ott? Embere vagy ördög? Ha ember, akkor jöjjön ki. Ha ördög, akkor menjen a pokol fenekére. Szóljon hát! Embere vagy ördög?
mert mindjárt bélövök. De már erre megijedt szörnyen a király kisasszony, s kibújt a fa udvából, nagy szipogva, szepegve. Rongyos, piszkos volt a ruhája, szégyelte magát erősen, s keserves könyhullatás közt mondta el a királyfinak, hogy ki s mi ő. Megtetszett a királyfinak a király kisasszony, mert akármilyen rongyos volt, akármilyen piszkos volt a ruhája, szép volt, kellemetes volt az arca. Szép gyöngén megfogta a kezét, hazavezette a palotájába, ott felöltöztette drága, aranyos, gyémántos ruhába, s két hetet sem várt, de még egyet sem. Azt gondolom, hogy én még egy napot sem, de talán még egy órát sem. Papot hivatott, megesküdtek, s csaptak akkora lakodalmat, hogy no. Ki tudná azt megmondani, hogy mekkorát? Telt múlt az idő, a fiatal pár nagy békességben élt. Úgy szerették egymást, mint két galamb. Nagy öngyöm, bogaram! Én, amikor először megláttalak, akkor még nem is firtattam, hogy miért kergetett el az édesapád. Mondd el nekem a tiszta valóságot! Lelkem, uram, egyebet most sem mondhatok, mint amikor rám találtál. Azt kérdezte az édesapám, hogy hogy szeretem őt. Én erre azt válaszoltam, úgy édesapám, ahogy az emberek a sót. A legkisebb királylánynak, aki már királyné lett, úgy összeszorult a szíve. Eszébe jutottak a nővérei és édesapja. Hogy vannak, mint vannak? Élnek, s halnak-e? Teszed el gyorsan azt a kamerát! A napi jóga, megyek vissza a kastélyba. Nagy magányomban álmodoztam rólad, hogy egy napon visszajössz hozzám. Képek, amiket itt hagytál nekem, egy emlék már, mely még mindig él. Jól van, majd csinálok én valamit. Tudom, visszafordul édesapád szíve. Hogy s mind fordítja vissza, arról semmit sem szólt a feleségének, hanem csak befordult a másik szobába, levelet írt az öreg királynak, s abban meghívta délebédre. Hát el is ment a levél másnap, s harmadnap jött az öreg király 6 lovas hintón. Fölvezette a fiatal király az öreg királyt a palotába, a palotának a legszebb szobájába, ottan már meg volt terítve az asztal 2 személyre. Leülnek az asztalhoz, hordják az inasok, a fájnál fájnabb ételeket, de hogy szavamat össze ne keverjem, a fiatal király megparancsolta volt, hogy az öreg király számára minden ételt külön főzzenek, süssenek, s abba sót ne tegyenek. No, ez volt csak az ebéd. Megkóstolta az öreg király a levest, merít belőle, 1 kanállal, 2-vel, de le is tette mindjárt a kanalat, nem tudta megenni a levest. Olyan sóttalan volt. Gondolta magában az öreg király. Ebből bizony kifelejtették a sót, de a sóban főttben majd csak lesz. Nem volt abban annyi sem, mint egy mákszem. Hordták a pecsenyéket szép sorjában, de vissza is vihették, mert a vén király csak megnyalintotta, s belé sem harapott. Olyan cudarul sóttalan volt. Mind a sok drága pecsenye.
De már ez nem állhatta szó nélkül az öreg király? Hallod, de öcsém? Ha milyen szakácsod van neked? Só nélkül süt, főz, ejnye. Sóval süt, főz, az máskor mindig, felséges bátyám uram. De én azt hallottam, hogy felségem nem szereti a sót. Ezért hát megparancsoltam, hogyha egy mágszem sót is rak az ételekbe, akkor a fejét vetetem. No, öcsém, azt igazán rosszul tevéd, mert a sót én nagyon szerettem. Ki mondta neked azt, hogy én nem szerettem a sót? Én bizony éppen, a kigyelmed leányától, felséges bátyám uram. Abban a szempillantásban megnyílik az ajtó, belépett a királyné, és a király legkisebbik leánya. Hely, Istenem, örült az öreg király! Mert még akkor megbánta volt szívéből, hogy elkergette a leányát, s azóta országvilágszerte kerestette mindenfelé. Bezzeg, hogy most a legkisebbik leányának adta legnagyobbik országát. A fiatal király mindjárt kezére vette ezt az országot is, s még ma is élnek, ha meg nem haltak.